ha mondjuk egy igen magas vezetői beosztásba kerül egy antiszociális ember mondjuk egy állam élére, akkor megnézheti magát a nép. Szó szerint. Oké? Szóval, egy érdekes világban élünk. Gondolkozzatok el rajta. Hova jutunk, ha nem ismeritek fel az antiszociális embereket szociális emberként? És hagyjátok, hogy uralkodjanak rajtatok az antiszociális emberek. Hova jutunk? Katasztrófába. Érted? De szó szerint értsd. Szó szerint értsd. Hát mondok példát, jó? Ahol diktatúrák voltak, diktatúrák, megnézed, az összes diktatúra katasztrófába torkollott. Szó szerint. Mondok erre is példát. Magyarország, jó? A háború idején, a második világháború idején diktatúránk volt. Ugye Horthy a háború miatt létrehozott egy diktatúrát. Mibe fajult? Szálasi lett a legvége. Oké? Annak a diktatúrának a vége a Szálasi lett, a Szálasi időszak. Brutál elnyomással. Oké? Nézzük tovább. Rákosi. Diktátor volt? Persze. Hova jutott? Mi lett a vége az ő működésének? Nyilván már nem ő volt akkor, amikor a 56-os forradalom volt, hanem Gerő. De mibe torkollott az egész? Terrorba torkollott az egész, gondold végig. Az 56 után mi volt? Terror. Gondoljátok végig. Az volt a diktatúrának a befejezése, érted? A terror. Ezt most azért mondom, mert ezeket mind elnyomók csinálták. Vagy, ha nem elnyomó volt, mint például Horthy nem elnyomó volt, de Hitler az volt. És ugye Hitler nyomására csinálta azokat a dolgokat, amit csinált Horthy. Érted? Tehát az elnyomó elnyomta az ország akkori vezetőjét, és az meg elnyomta a népet. Világos ez? Vagy az nem volt elég elnyomás, hogy meghalt a Donon 200 ezer magyar katona? Érted? Az elég nagy elnyomás volt, hogy oda kivezényelte a katonákat, és meghalt 200 ezer ember. Szóval, gondoljátok végig, minden elnyomói működésnek a vége az brutál, érted? Az brutális. Az emberek tömegesen halnak meg. Az a vége. És ha egy világuralom lenne ezen a bolygón, ami diktatórikus alapokra épülne, és diktatúra lenne, annak a vége, az azt jelenti, hogy mivel világuralom, akkor a világ pusztulna el. Ha egy országban van, akkor az országban halnak meg tömegesen. Annak hatására, hogy egy diktátor működik. Érted? Németországban Hitler hatására hány német halt meg? Milliók. Nem a többieket mondom, a saját népéről beszélek. Több millió német halt meg Hitler miatt. Érted? De Horthy miatt is, aki nem volt elnyomó, csak elnyomott. Aki úgy viselkedett, mint egy elnyomó. Érted? Az ő hatására is meghalt egy millió fölötti magyar. Érted? Tehát ha megnézed, az elnyomók ilyen hatást keltenek a világban. És ha a Földön lehetne diktatúra, vagy az EU-ban lesz diktatúra, merre törekednek, hogy az EU-ban diktatúra legyen?
Érted? Efelé megyünk. Akkor itt tömegesen fognak hullani az emberek, mint a legyek. Az a végkifejlet. Tehát az összes diktatúra az gyakorlatilag úgy szűnt meg, hogy az emberek közben odáig, hogy megszűnt, milliók haltak meg. És mindegyik, megnézed, ugyanez volt Kínában, Mao alatt. Most ugyanez van valamilyen szinten Észak-Koreában. Mindenütt, ahol diktatúra van, például diktatúra volt Kambodzsában, Vörös Kmer, milliók haltak meg. Érted? Tehát hagyjuk, hogy az elnyomók hatalomra kerüljenek, hagyjuk, hogy diktatúrát működtessenek az elnyomók. És milliók, tízmilliók egy föld esetén milliárdok halnak meg. Világos ez? Csak hogy tiszta és világos legyen, hogy ez hogy működik. Jó? És ugye mi azért tanulunk, hogy ezeken a területeken boldoguljunk. És ha boldogulsz, akkor mersz vállalni pozíciót. Érted? Mersz felvállalni pozíciót, mert boldogulsz ezeken a területeken. Hogy tud az ember pozícióba kerülni bárhol, ha ezeken a területeken nem boldogul, és állandó problémával küzd, akkor úgy kezd el működni, mint egy elnyomó. Mert ugye akkor bejön ez a kettes típusú elnyomottság. Ahol a kettes típusú elnyomott nem tud jól működni a jelenben, mert állandóan a múlt elnyomására emlékszik. Érted? És úgy működik, hogy be van kattamba. Tehát a szociális embereknek kellene vezetni, nem az antiszociálisoknak, mert annak nem lesz jó vége. Nem is volt eddig soha. Nem tudsz egy olyan példát mondani, aminek jó vége lett volna. Sztálin elnyomó volt. Hány millió orosz halt meg miatta? Sok-sok millió, érted? Nem tudsz egy diktátort mondani, aki miatt nem milliók haltak meg. Ha kis országról volt szó, akkor százezer. Lásd már át, lásd már át. És magadtól tudsz fejlődni? Kíváncsiuk. Én még nem láttam embert, aki magától tudott volna fejlődni. Nem tud. A környezete visszahúzza. Nem tud. Tehát ha egy ember fejlődik egy környezetben, az összes többi húzza vissza. Tehát az úgy működik, hogy egy környezetben minél többen kezdenek el fejlődni, akkor nem lesznek olyanok, akik visszahúzzák. Érted? Én tudok olyat, itt, aki itt tanul, már vezetők, el is szokták ezt mondani, hogy régen a családból egyetlen egy ember se tanult itt náluk, és húzták őket vissza, hülyének nézték, érted? Most, mikor a család jó része itt tanul, már nem így van. Már nem nézik őket hülyének. Tudjátok, milyen jó az, amikor mondjuk van egy hattagú család, az nem olyan nagy, és mindenki itt tanul. A fős családból, érted? És nem lett senki beleerőszakolva, hanem maguktól. Szóval, a világot mi alakítjuk, de nem az elnyomóknak kellene alakítani, hanem a szociális embereknek. No? És ha te szociális ember vagy, akkor bizony neked fejlődnöd kellene. És azt keresheted, hogy hol tudsz fejlődni rajtunk kívül. Hol tudsz ennyi tudást kapni? Sehol. Várunk szeretettel.